Idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját a Vasari. Ebből az alkalomból rendezték meg sokszínes programmal a Vasari hetet, valamint a hét zárásaként a mai diáknapot. Mind a Vasari hét, mind a Vasari nap, mind hagyományos diáknapunk régóta illeszkedik iskolánk programjába. Attól különleges az idei alkalom, hogy a 110. tanévünkhöz kapcsolódóan rendeztük meg, és egy rendezvénysorozatnak a részeként szerveztük a mai délutánt és a mai napot is. Hétfőn indult a programsorozat, és tulajdonképpen minden területen sport, tudományok, művészetek volt valamilyen rendezvényünk. Voltak futóversenyeink az Agostyáni úton, egy rendhagyó 110 méteres futás, a Csekeligetben egy nosztalgia futás az egykori vasaris diákok és a szülők részvételével. Csütörtökön természettudományos napot tartottunk, a diákjaink, illetve az ötvösös diákok közreműködésével kísérleteket láthattak a gyerkőcök és a csillagvizsgálónak a bevonásával egy csillagászati bemutatón is részt vehettek. Szerdán volt a hagyományos diákmeccs, és ez a pénteki nap, ez pedig a vasari napunk, amikor mind az alsó, mind a felső tagozaton diáknapot tartunk. Hát évről évre várják a diákjaink ezeket a rendezvényeket, és nagyon sokan részt is vesznek a diákok közül a szervezésben. A gyerekek tanáraikkal együtt már egy hónapja megkezdték az előkészületeket. Sok előzetes feladat volt, különféle pályázatok lebonyolítása és persze az élménynap programjainak megszervezése, kitalálása. Elégedetten állok a programok előtt és várom a 9 órát. Nagyon izgalmas lesz, egy futárhálózatot fogunk beindítani. Minden osztálya a saját kis osztálytermén belül fog munkálkodni, csoportmunkákban, illetve egyénileg is versenyezhetnek. A sporttól elkezdve a történelmi, a hagyományokon keresztül mindenféle területen megmozdulnak, tehát mind a matematika, mind a történelem, mind a rajz, szinte minden tantárgyat érintenek a feladatok, de természetesen ezek játékos feladatok lesznek, hiszen ez egy ünnep, ez egy könnyed, laza nap kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A Vasari élménynap a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ partnerség és hálózatosodás projektjén belül valósulhatott meg különféle civil szervezetek bevonásával. Így a Honvéd Bajtársi Klub Őszi Rózsa dalköre, a Tatai Atlétikai Klub, a Tatai Rendőrség, a Génius Sakk Egyesület és a Tatai Helytörténeti Egyesület is hozzájárult, hogy a diáknap programjai még színesebbek legyenek.